A nagy meleg ellenére is megtelt vendégekkel a gyulatanyai fajta kísérleti állomás. Ez alkalommal a csemege kukorica volt a konferencia témája. Magyarországon és a világon is fontos növénynek számít. Élelmiszer, takarmány és az ipar szempontjából is. Hazánk klimatikus adottságai és a feldolgozó ipari háttér is lehetővé teszi, hogy több tízezer hektáron termesszék. Idén is nagy hozamú és jó minőségű terméssel számolnak. A mai bemutató 8 fajta kukorica kerül bemutatásra, 4 szuperédes, illetve 4 hagyományos. Ennek a bemutatónak az a nagy jelentősége, hogy ezt tudni kell, hogy az EU-ba Magyarország meghatározó szerepet játszik a csemege kukorica termesztésbe, mivel 32 ezer hektáron termeltünk Magyarországon csemege kukoricát, második Franciaország 20 ezer hektárral, harmadik Lengyelország 7 ezer hektárral. Sajnos az idei időjárás az elmúlt hetekben nem nagyon kedvezett a csemege kukoricának, mivel ez a 36, 37, 38 fok, tehát az érés ezt nagyon összehozza, begyorsítja. Világviszonylatban is nagy a jelentősége Magyarországnak. Amerika és Tájföld után hazánk a harmadik legnagyobb csemege kukorica termőterülettel rendelkezik. A termesztés egyre inkább a szuperédes fajták felé kezd elmozdulni, arányait tekintve 70-30%-ban. Termés átlaga ezeknek a fajtáknak is hasonló, édesebb íze miatt kedvelik és keresik ezeket többen. A 32 ezer hektáros termőterületből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 4000 hektáron foglalkoznak a gazdák a növénnyel. Országos szinten évente körülbelül 5-600 ezer tonna a termés átlag. A fajta kísérleti állomásokon az új fajtákat tesztelik. Jelenleg 47 kukoricavetőma közül választhatnak a gazdák. Beazonosító vizsgálatot végzünk 2 éven keresztül, de gyakorlatilag az összes magyar, illetve külföldi fajta bejelentés is a NÉBIC-hez fut be. Ezen a fajta kísérleti állomásokon, többek között a gyulatanyi állomáson is elvégezzük ezeket a fajta kísérleteket, ahol azt szűrjük, hogy a fajta mennyivel tud többet adni, mint az előzőben használt fajták. Semmeg a kukoricán nagyon fontos az, hogy nagyon édes legyen a maga a fajta, tehát a terméséből, a termés az édes legyen, illetve az, hogy betegségekkel szemben ellenálló legyen, hiszen ez a fogyasztók asztalára kerül, úgyhogy az ajánlunk hozzá, hogy a fajta kísérleteket lefolytatjuk, a kísérletek eredmény alapján minősítjük ezeket a fajtákat, tehát az állami elismert húsdának köztermesztésbe kerülnek. A Magyarországon megtermelt mennyiség 2/3-át a konzervipar használja fel, és 95%-ban exportra termelnek a gazdák. A konferencián a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. Ha csemege kukoricáról beszélünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország egy nagy hatalom a csemege kukorica termesztésben. Igaz, hogy a megtermelt mennyiségnek a nagy része az Európába vándorol, különböző feldolgozott termékek formájában, és mindössze 5% az, ami Magyarországon a belföldi piacon hasznosul, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon kimagasló eredményeket ért el már Magyarország ennek a növénynek a termesztésében. Magyarországon már 125 éve foglalkoznak növénykísérletezéssel. Ennek egyik fontos pontja a gyulatanyai állomás. Ez azért is fontos, mert az objektív és megbízható vizsgálati rendszer lehetővé teszi minél több gyümölcs és zöldségfajta termesztését.